A makói önkormányzat 10 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy támogatást nyújt a bébi kötvény formájában a kisgyermekes szülőknek. A kormány 40 000 forinttal támogatja a családokat, emellé tesz hozzá a makói önkormányzat ugyanennyit. Az idén eddig 2 alkalommal osztották ki a kötvényeket, tavasszal és most október végén. Nekünk Makón a legifjabbak mindig fontosak voltak, most is fontosak. Mi a fiatalokról? A korosztálytól függően különböző időszakokban különböző módon próbálunk gondoskodni. Az édesapáknak munkahelyteremtéssel, fürdővel, városi kultúrával, kiváló oktatással próbálunk a kedvébe járni, a piciknek pedig a bébi kötvénnyel. Igen, ez nekik szól, még akkor is, ha édesapa édesanyja dönt arról, hogy ők most azt a 40 000 forintot kiveszik, vagy tösztek még mellé 40-et, ezt minden család maga dönti el. Örülök annak, hogy valamikor ez belekerült Makóváros önkormányzatának a programjába, és annak is örülök, hogy valamikor ezt a Magyar Köztársaság kormánya, akkor még így hívták, kiegészítette az ő maga programjával. De hát ugye mindenki tudja azt, hogy babafát is fogunk ültetni, szintén a picik kedvéért és tiszteletére, csak azt most nem az idén tösszük, hanem a szennyvíz miatt majd akkor, amikor az adott utcákba elkészülnek a szennyvízcsatornák, és utána nem fogják kivágni azt a fát, amit a bébi kedvéért ültetünk. Úgyhogy fontosak nekünk a picúnyik, biztos vagyok abban, hogy a szülők is ezt így érzik, kívánom nekik, hogy mind édesanyának, édesapának sok öröme legyen a picikbe, nagymamának, nagypapának is, és hát jó egészséget, sok sikert kívánok a fölnevelésükhöz. Számíthatnak arra, amit én már tudok tapasztalatból, hogy kisgyerek kis gond, nagygyerek nagy gond, de hát mindenképpen kicsi korában, nagyobb korában is sok örömünk telik benne. A városnak pedig az a fontos, hogy azok, akik fiatalok most itt vannak és családot vállalnak, gyereket vállalnak, azoknak, ha minden más dolog adott hozzá, tehát munkahely, akkor bízom benne, hogy előbb-utóbb a gyerekvárosi kedv is meg fog változni, és ezzel a makó népesség fogyása is csökkenni fog, esetleg egy idő után pozitívba vált. No hát mindezek azok a gondolatok, amik miatt ezt az apró lépést, a bébi kötvényt évről évre megtösszük, a picinyeink és a szülők, hát napját egy kicsit szebbé téve.